Egy emberöltőbe több kutyaöltő is belefér. Négylábú barátaink sokkal gyorsabban öregszenek, mint mi. Annak érdekében, hogy idősödő kedvencünk életminőségét az aranykornak nevezett időszakban is magas szinten tudjuk biztosítani, érdemes megfogadni az állatorvos tanácsait. Egy állattartó ember az élete során többször szembesül társállatának vagy társállatainak az öregedési folyamatával, esetleg az állapotának a romlásával. Az idősödés során a különböző szervek, a különböző létfenntartó funkciók működése csökken. Az öregedésnek a jelei az őszülés, a szőrzet az vékonyodik, a bőr szárazabb, rugalmatlanabbá válik, az izületek kopnak, ezért az izület mozgása, az állatnak a mozgása az fájdalmasabb lehet. Hogyha kevesebbet mozog egy állat, akkor hajlamosabb az elhízásra. Ilyenkor kialakulhat egy ördögi kör, a kevesebb mozgás hajlamosít az elhízásra, az elhízása során nagyobb súly nehezedik egy-egy izületre, ezért a regenerálódás az rosszabb. A túlsúllyal rendelkező állatok hajlamosabbak különböző betegségekre, illetve érzékenyebbek különböző betegségekre, ezért az idősebb elhízott állatoknak az élete az fájdalmasabb és sajnos rövidebb. Az idősödés további jellemzője, hogy a szív- és a keringési rendszer működése romlik, az idegrendszer működése, a mentális funkciók csökkennek, a reakcióidő megnyúlik, a hallása, a látása romlik az idős állatnak, a szemlencse elszürkülhet, szürkehályog alakulhat ki, az ellenálló képesség, az immunrendszer működése csökken, több odafigyelésre, nyugodtabb, lassabb és óvatosabb életmódra van szüksége az idősebb állatoknak. Olyan 6-7-8 évesen érdemes áttérni az időskori táplálásra. Számos tápgyártó cég különböző termékei közül válogathatunk. Az mindenféleképpen javasolt, hogy jó minőségű, teljes értékű tápot adjunk az idős állatunknak. Esetleg lehet táplálék kiegészítőket is adni az idős állatoknak, például az ellenálló képesség fokozására immunerősítőt vagy vitaminkészítményt, illetve a porckopásoknak az elkerülésére porcregeneráló tabletták vagy készítmények adhatóak. Egy kutyának az átlag életkora 9-től 13 év. Ez függ esetleg a kutyának a testnagyságától. A nagyobb testű óriás fajták hamarabb öregednek, ők már 6-7-8 évesen is idősebbeknek számítanak. A kisebb testű, esetleg lakásban tartott állatoknak pedig hosszabb lehet az életkora. Az, hogy meddig él egy állat, az függ az állatnak a genetikájától, a tartás és a táplálási körülményektől. A tartás szempontjából ugye fontos odafigyelni arra, hogy mivel az idősebb állatoknak a hőszabályozó működése csökken, ezért kertben, udvaron tartott kutyákat ne tegyünk ki szélsőséges időjárási viszonyoknak. Fontos, hogy vannak védőoltások, kombinált több komponensű védőoltások, amelyek nem csak a fiatal és a felnőtt kutyákat védik a fertőző betegségek ellen, hanem idősebb kutyáknak is lehet nyugodtan adni, és ezek a védőoltások többnyire egy évig védenek, érdemes évente megismételni.
kevesen tudják, hogy a fiatal felnőtt korban végzett ivartanítással több időskori szaporodás biológiai betegség előzhető meg. Kankutyák herélése után a prostata sorvad, ezért a jóindulatú prostata megnagyobbodás, illetve az ebből következő bélsárekedés az megelőzhető, illetve elkerülhető az egyéb prostata betegségek, a prostata tájogos, daganatos vagy cisztás elváltozásai, illetve a hímnemi hormonnal összefüggő idős kankutyáknak nehéz bélsárülítést okozó gátsérv is. A szukakutyáknak a petefészek és a méhteljes eltávolításával megelőzhetőek a gennyes méhgyulladások, a petefészek cisztás daganatos elváltozásai, hüvelyelőesés, álvemhesség előzhető meg, illetve csökken az esély az időskori emlőgyulladásokra és emlődaganatokra. Ezek az időskori szaporodás biológiai betegségek nagyrészt műtéti úton oldhatóak meg, és az altatási kockázat egy fiatal vagy felnőtt egészséges kutyának az ivartalanításakor jelentősen kisebb, mint egy idősebb és betegebb állatnál. Szervezet leromlásából, a szervek elhasználódásából adódóan akár már egy kisebb tünet is okozhat gyorsabb és rövidebb idő alatt, akár az állat életét is veszélyeztető elváltozást. Ezért, hogyha valamilyen tünetet vagy elváltozást látunk az állatnál, akkor érdemes alaposan, pontosan megfigyelni ezáltal is, és ezzel is segíteni a gyógyító munkát, és ne várjuk a betegségnek a spontán gyógyulását, hanem minél hamarabb forduljunk állatorvoshoz. Ilyen tünetek lehetnek például a több betegségre is jellemző bágyadtság, étvágytalanság mellett esetleg a szív- és keringési rendszerre utaló, keringési rendszer elégtelenségére utaló köhögés, fáradékonyság, az ízületi problémákra, sántítás jelezheti a figyelmet, hirtelen lefogyás hátterében lehet daganatos elváltozás, illetve fogkövesség okozhat bűzös leheletet állatoknál. Idősebb állatoknál a bőrön megjelenhetnek különböző szemölcsök, duzzanatok, daganatok, de akár a testüregben, tehát a mell és a hasüregben bárhol is előfordulhatnak. Vannak olyan betegségek, amelyek a betegség megjelenésekor még nem okoznak tüneteket, ezért érdemes az akár még egészségesnek tűnő idősebb állatot is rendszeresen állatorvosi vizsgálatokra vinni, itt különböző kiegészítő vizsgálatokkal, laboratóriumi vizsgálatokkal, műszeres diagnosztikai vizsgálatokkal, már korábban is felderíthetőek ezek a betegségek, és minél hamarabb fény derül egy betegségre, az annál könnyebben és gyorsabban gyógyítható. Megfelelő tartással, táplálással, állatorvosi vizsgálatokkal lehetünk felelős gazdái társállatainknak, és ezzel egy hosszabb, egészségesebb és ezáltal boldogabb életet biztosíthatunk nekik. Önök a Kölcsei Televízió állatbarát műsorát látták. Állatival legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra és kedvenceikre. Viszontlátásra!